A második világháború után kialakult békemozgalom, a harc mozgalma. Az ifjúsági világtalálkozó harcos, lelkes és elszánt légkör is mutatja, hogy a mai ifjúság kész tettekkel is küzdeni a békéért, és el van számva arra, hogy minden nehézséggel szembeszáll, és minden nehézséget leküzd a béke biztosításának érdekében. Mi nem a békért könyörgők, hanem a békért harcolók mozgalmát építjük. Ilyen béke mozgalmat épít a világ demokratikus ifjúsága is. Ennek biztosítéka, hogy az ifjúság béke mozgalmának élén ott halad Lenin, Stalin, hősz ifjúsága, dicső komszomol, éljen a népek békért folyó harcának nagy és bölcs, szeretett vezére, a nagy Stalin!